Kidőlt egy 25 négyzetméteres épület egyik fala Tiszaföldváron, az Óvirághegy 3 úton. Viszom a tyúknak a vizet, aztán akkor egy nagy robajt hallottam. Nézek arra, nem látok semmit. Hát jó van, visszajövök. Akkor sem látok semmit, csak azt látom, hogy nyitva van az ajtó. Majd később látom, hogy megy a szomszédasszony átfele, megy az anyja, jönnek itten a útvégítől, akik laknak, ott mindenki megyen oda. Hát ott már én is csak elmentem, mondom, megnézem, hogy mi van. Aztán akkor láttam, hogy ki van borulva a ház mege. Hát most azt mondják, hogy a gáztól. Én szerintem kiborult vagy a ház mege, ott az leszakított a gázcsövet, mert hát robbanás nem volt, ez biztos, mert akkor hallottam volna azt is. Az érintett falszakaszon volt egy gázkonvektor is, amely kiszakadt a helyéről. Azt mondják, hogy mi vagy vizes vagyok, hogy el tudnám zárni a gáz, de mondtam, hogy én ahol nem foglalkozok gázzal, mert az veszélyes. Mi van, hogyha mert csővet is kihúzta a omlás, és ezáltal jött a gáz. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltó kiérkezésére a lakó elzárta a gázt. Az egység mérésekkel bizonyosodott meg arról, hogy a szivárgás megszűnt, majd a törmelékek alól kiemelt egy gázpalackot is, amely nem szenvedett kárt. Az épület lakhatatlanná vált, a ház lakója rokonokhoz költözött.